Női kézlabda csapatunk vezetőedzője Elek Gábor a 11. szezonjára készül a kispadon. Gábor minden idején kezdetet óriási motivációnak élt meg, most sincs ezzel másként. Az egyik legnehezebb őszünk előtt állunk. Ez külön motiváció, tehát hogy ezt össze kell rakni, ezt a csapatot, és lehetőleg eredményesnek kell vele lenni. Úgyhogy ez mindenképpen nekem minden szezon kezdet óriási motiváció. Elődöm is, és a nagy példaképpen is Németh András volt, tehát én mindenképpen az ő útját próbáltam folytatni, és ezért az ő elképzelései alapján dolgoztam én az elején mindenképpen. Talán egyetlen egy dologban nem változtunk, hogy azért a munkában nagyon-nagyon hittem akkor is, de tehát azzal a munkával most nem lehetne eredményesnek lenni, abban egész biztos vagyok. Elek Gábor 2008 óta irányítja az FTC-t. Sikeredzőnk a mai napig emlékszik az első szezon szinte minden pillanatára. Pekingi olimpia zajlott. Emlékszem rá, hogy a Szamoránszki Piri kint volt, a Szucsánszki Zita az utolsó keretszűkítésem esett ki az olimpiai keretből, és ott gyorsan egy főiskolás világbajnokságra el akarták vinni, amit mi nem engedtünk, mert hát azért ott tényleg úgy indultunk neki annak az évnek, hogy ott az tényleg kaotikus volt, aztán végül is nagyon jól sikerült, de ott akkor voltak olyanok is, akik azt mondták, hogy ha már középmezőnyben szereplünk, akkor az már óriási eredmény, aztán végül is másikok lettünk a BL döntős Győr mögött. 8 junior játékossal megérkeztünk, tehát igazából akkor úgy fogalmaztam, ha jól emlékszem, hogy nem csapatot váltok, hanem a csapatommal váltok osztályt. A belső posztokon egy rendkívül fiatal csapat volt, ugye Szamoránszki Pirivel, Németh Csillával, Zácsik Szandrával, Szucsánszki Zitával, hát Szandi akkor 17 év, 18 éves volt, az Izi is 20-21, tehát Piri is 22, tehát ez egy elképesztően fiatal csapat volt. Gábor akkoriban nem tervezett előre, szisztematikus munkával kívánta felépíteni a csapatot, és fontos hangsúlyt helyezett az utánpótlás képzésre. Nekem az egyik legnagyobb vágyam teljesült azzal, hogy ide kerültem. Szép év volt az első, a második az egy nagyon nehéz év volt, tehát az volt talán, nem talán, hanem az volt a leggyengébb évünk itt az elmúlt 10 évben, az a 2009-10-es bajnoki év. A Magyar Kupába el tudtuk érni azt, hogy aztán a következő évben a kekbe indulhassunk, és annak az évnek a következő évben, tehát a harmadik évnek a vége, az már kek győzelemmel zárult. Az akosztály tekintve igen hosszú távon gondolkoztam, meg hát ott kezdtünk el azon gondolkozni, hogy egy eléggé koncepció nélküli utánpótlás nevelést kell nekünk nagyon-nagyon megerősíteni, ami igazából azt mutatja, hogy 10 év kellett hozzá, vagy 9, inkább úgy mondom, hogy ez elkezdjen beérni. Tehát az utánpótlás nevelést nagyon gyorsan tönkre lehet tenni, de nagyon nehéz újraépíteni. Vezetőedzőnk tisztában volt azzal, hogy folytatnia kell azt a munkát, amelynek alapjait édesapja, a korábbi mesteredző Elek Gyula letett. Azért az nem titok, hogy nekem mit jelent a Ferencváros, amellett azért nekem ez egy pluszban egy nagyon komoly motiváló erő az, hogy én azért most sajnos már 6 éve úgy lépek be ebbe a csarnokba minden nap, hogy ez az édesapám nevét viseli, ugye azért sajnos, mert ez azt jelenti, hogy azóta már nincs velünk, de azért ez emellett egy iszonyatosan nagy megtiszteltetés a családunknak, hogy ez így lehet, és nyilván én tisztában vagyok azzal, hogy nekem ennek a múltnak meg kell felelni. Tehát ennek az édesapám lerakta az alapjait, ezt a Németh András utána tényleg egy nagyon-nagyon sikeres 15 évben majdhogy nem a csúcsra vitte, és hát ugye nekem ezt folytatni kell, és ez nem csak a Ferencváros számomra, hanem igen, én ezt egyfajta örökségnek is látom. Elek Gábor az elmúlt években a mennyet és a poklot is megjárta a csapattal. A nemzetközi sikerek mellett itthon a nagy vetélytárs Győri Audi Eto KC egy kivételtől eltekintve mindig a Fradi előtt végzett a bajnokságban és a kupában. Edzőnk szerint azonban a rivalizálás még az előnyünkre válik. Szerencse kellett hozzá, tehát ezt elmondom. Én azt gondolom, hogy egyszer-kétszer a vezetőségnek a türelme is kellett hozzá, tehát azért voltak itt olyan évek, ami, ugye gondolok itt a 2013, amikor kiestünk idő előtt a Bajnokok Ligájából. Nyilván jobb lett volna, hogyha ebbe a 10 évbe 6-szoros magyar bajnokok, vagy 7-szeres magyar bajnokok lehettünk volna. De az biztos, hogy a fejlődésünk szempontjából viszont nagyon sokat jelent az, hogy a Győrrel tényleg egyfolytában harcolunk. Tudjuk, hogy iszonyat előnyben vannak velünk szemben minden. Ezért nem is járjuk az ő útjukat, hanem mi választottunk egy másik utat. Ugye ez a magyar csapat viszonylag kevés légióssal, vagy limitált számú légióssal, akiket Isten látja lelkem, nagyon szeretünk. De nem fogunk erről addig letérni, amíg ennek nincs értelme. Gábor állandóan követi a sportág új trendjeit, és nagyon fontos számára, hogy minden évben megújuljon. De vajon mi a különbség a 10 évvel ezelőtti és a mostani Elek Gábor között?
Tord érkezése egy kicsit azért megreformálta itt az én gondolkozásomat is, meg azt gondolom itt az egész szakosztálynak a gondolkozását, tehát azt, hogy azért átálltunk egyfajta skandináv, egy magyarosított skandináv gondolkodásra, és az azt gondolom, hogy nekünk egy nagyon komoly lépcsőfok volt. Többet tudok ebből az egészből jóval, mint amikor elkezdtem. Sokkal türelmesebb lettem, sokkal nyugodtabb lettem bizonyos helyzetekben is. És hát ugye a tapasztalat, tehát ebbe a szakmában talán a legfontosabb része a tapasztalat, meg az, hogy a belefetszölt munka. Tehát ez a kettő az, ami igazából eldönti, mint általában a pályán a játékosokat is. Tehát a tapasztalat és a mentalitás dönti el. Nyilván ehhez kell egyfajta tehetség, de összességében önmagában a tehetség az semmit nem ér, hogyha a mentalitása mellé nem olyan, amilyennek lennie kéne, és tapasztalat az meg rakódik az évek során. A kudarcból lehet a legtöbbet tanulni. Ismét együtt búcsúztatja a nyarat a Fradi család. Várunk téged is szeptember 2-án a Népligeti Sportközpontban, ahol izgalmas, változatos és sportos játékokban vehetnek részt a gyermekek. Sportági bemutatók és autogramóra Fradi legendákkal. A házigazda DJ Dominik. 7. Fradi családi nap a Népligetben.